Excellenciás püspök úr, főtisztelendő paptestvérek, Szent Márton közben járásával Isten szeretetét ünneplő kedves testvéreim! Ezen a földön és ezen a napon Szent Mártonra emlékezve az ember különösen is érzi azt, hogy az Isten valami nagyon szépet tervez, valami nagyon szépet akar az ember életével. Minden ember életével és minden egyes ember életével is. Az ember mindezt meg is érti és föl is fogja. Hiszen úgy születik az ember, hogy ott van benne nem csak az emberi gyarlóságra való hajlam, nem csak az áteredő bűn terheli a lelkét, hanem ott van a vágy, a szép után, a vágy a jóra, a vágy az igazság megtalálására. És az ember elindul, hogy Isten terve szerint az életet, amit itt földi pályáját járva tölt el, ezt sikerüljön Isten terve szerint élnie. De annyi minden hatás éri, annyi vonzás ragadja meg az embert, megpróbálnak bennünket befolyásolni, sajátos irányokat mutatnak számunkra, mint követendőt, mint jó példát. Elénk állítanak celebeket, megpróbálnak reklámokkal tudatunkra, gondolkodás módunkra hatni, és azt mondják, ma ez a divat. A közgondolkodásnak igaza van, és itt az ideje illő, hogy mi is szépen hozzáigazodjunk. Miközben mindezzel találkozunk, és mindez egy belső harcra hív bennünket, látjuk a szenteket, akik előttünk járnak, mint nagy testvérek, látjuk őket, akiknek sikerült megvalósítani az isteni elgondolást, és ezért kipróbált tanítást adnak nekünk, reményt erősítő, vigasztaló üzenettel érik el a szívünket, és arra bátorítanak, hogy szemléljük az ő életüket, és bátran próbáljuk meg a saját életünkben az Istentől elgondolt gyönyörű szépet megvalósítani. A szentek közül itt ma Szent Mártonra szegezzük a tekintetünket. Egy olyan korban élt, és olyan módon, olyan családba született, amelyben sokféle lehetőség nyílt meg számára. Sok út volt előtte. És ezek az utak mind-mind sikerrel, hírnévvel, nagysággal, olykor hatalommal kecsegtették őt. Szent Márton lelkét azonban nem engedte, hogy a közgondolkodás sodorja, nem engedte, hogy valami sajátos módon másoktól vegyen példát, és őket utánozva játssza el az élet nagy lehetőségét, hanem mélyen kereste az igazságot. Az igazságot pedig hosszú kutatás után az egyházban, a keresztény tanításban,
és Krisztus öröm hírében találta meg. Megtalálni és megismerni, talán részben a pillanat műve is lehet, de mindenképpen, hogy a megtalálás megérjen bennünk, ennek az élménynek időre van szüksége. Szent Mártonról úgy tudjuk, talán 6 éven keresztül is a katekumenek útját járta, egyre inkább el akart mélyedni abban a tanításban, amelyről már érezte szíve, hogy ott az igazság. Az igazságot kutatni, az igazságban egyre inkább elmélyedni, az igazságot életünk vezérlő elvévé tenni. Erre tanít bennünket Szent Márton. Az az igazság, amire ő ráakadt, az nem egy személytelen valami volt. Nem pusztán az értelem útjait járva akadt rá arra a valóságra, amelyről ő azt érezte, ez az igazi, hanem egy személyre talált, Krisztusra, és Krisztus által az Istenre. Az ember nem találhat önmagára, nem válhat azzal, aminek Isten őt elgondolta, amikor az életbe teremtette őt, ha nem tud az Istennel találkozni. Nem csak egy futó alkalommal, nem csak az élet kiemelt perceiben, még csak nem is pusztán a heti vasárnapokon, vagy a napi imádság röpke perceiben, hanem nem tudja az életét Isten jelenlétében élni. Nem tudja megtapasztalni, hogy bárhol is van, bármit is tesz, mindig az Isten jelenlétében, az Isten szeretetében van, és mindent tehet az Isten dicsőségére. Szent Márton ezt megértette, így lett ő az Isten szeretetnek és az ember szeretetnek is csodálatos példája. Tudta, hogy az Istennek nem lehet valamit adni az embernek önmagából, hanem ha megtalálta az Istent, akkor önmagát kell az Istennek adni, teljes egészében és mindenestől. Így vállalta az egyházi szolgálatot, így lett igazi atya sokszor egymással civakodó egyháziaknak, így állt ki Krisztus erejével az igazságért, nem várva magának tiszteletet, de küzdve Krisztus győzelméért. És ez benne valami csodálatos békességet hozott létre. Szent Mártont legtöbbször a kettévágott köpenyegével kapcsolatba emlegetjük. Pedig rá kell döbbennünk, milyen fontos Szent Márton életének az a tanítása is, hogy ő a békesség emberévé vált, és ezt a békességet hordta magában, megélte Istennel, és adta embertársainak. Istenre találva nem kéteskedett többet, hogy jól döntöttem, érett volt a döntésem, még mindig úgy döntenék. Békéje volt, mert egyszer s mindenkorra döntött, ahogy az emberhez illő és emberhez méltó. Ha megfontolta, ha végig gondolta, az ember megkapja azt a kegyelmet, hogy tudjon döntést hozni egy életre szólóan.
egy békétlenkedő világban, sokszor békétlenkedő emberek között, Szent Mártont ott látjuk, mint a békesség emberét, aki az Istentől kapott békességet hordja szívében és lelkében, akit Isten ajándékoz meg ezzel a nagy ajándékkal. És látjuk az ő békéjét Istennel. Nem volt egyszerű az a régi kor, amelyben ő élt. Sokféle elgondolással álltak elő emberek, tehetséges, okos emberek is. Valami újat akartak mondani, ki akartak emelkedni a többi közül, és nem az érdekelte őket, hogy az igazságot jobban megismerjék, hogy az egyház tanítását sajátjukká tegyék, hanem ők léptek elő valamivel, hogy megreformálják az egyházat, hogy megújítsák az egyház tanítását, hogy új elgondolások elterjesztésével tegyék a saját nevüket híressé. És sokszor hatalomra kerülve üldöztetésben volt része annak, aki megmaradt az egyházi hagyomány útján. Szent Márton ebben a nehéz helyzetben, sokszor nagyon is kényes szituációkban sohasem perlekedett az Istennel. Sohasem tett föl neki kérdéseket, Uram, miért? Hogy engedheted meg ezt? És miért pont velem történet ilyesmi? Hanem mindig Istennel a szeretet, az odaadottság és a befogadottság békéjében és örömében élt. És megható az is, hogy életrajz írói leírják, hogy hogyan tudott ő békét vinni az emberek közé. Élete végén, amikor már igen gyenge volt, azt a hírt kapta, hogy valahol az egyház megyéjében fölütötte fejét a békétlenség. Nem üzent, nem levelet írt, dörgedelmeset vagy engesztelőt, hanem erejét összeszedve maga kerekedett föl, hogy fölkeresse a békétleneket, hogy összebékítse őket, hogy ott, ahol eddig civakodás volt és ellenkezés, ott a szeretet öröme, a szeretet egysége, a szeretet békije éljen. Úgy is emlékeztek rá övéi, mint arra az atyára, aki őket mindig össze tudta békíteni, aki mindig a békesség ajándékát tudta bennük megerősíteni, aki így is tudott atyaként előttük járni. Minden kornak megvan a maga problémája, minden emberi életnek megvan a maga sorsa és a maga kihívása. Tapasztaljuk a miénket is. Saját korunk feszültségeit látjuk és halljuk. És érezzük, hogy mindez, ami életünket is érinti, egyikünk sem tud kifutni a világból úgy, hogy a világ ne lenne hatással ránk. De mit akarunk? A világ hatása irányítson bennünket? Vagy Krisztus szeretete, mint ahogy a szentekét, Szent Márton életét is irányította? Adja az Úr, hogy ebben a világban, amelyben minden relatívvá kezd válni, amelyben új igazságok kezdenek követendő példaként az emberek előtt megjelenni, mi legyünk képesek védőszentünk közben járására, az isteni igazságot keresni, az isteni szeretetnek magunkat átadni, és az Isten békéjét befogadni és tovább ajándékozni. Szent Márton segítsen, hogy mi is, mint az 1700 esztendő alatt annyi nemzedék,
tudjuk az ő példájától is lelkesítve Krisztust követni és Isten országát építeni. Amen.